Bocsánat. Jó, tiszteltel köszöntöm a képviselőtestület tagjait a mai rendkívüli képviselőtestület ülésünkön, szeptember 23-án jó. Két napirendi pontot kellett ma itt rendkívüli módon a testület elé hozni. Mind a kettőt megtárgyalta a képviselőtestület múlt hét csütörtökön, de az idő rövidsége miatt mind a két napirendet most döntenünk kellene. Jegyzőket, hitelesítők személyére kérek javaslatot. Egy, Robi és Béla, aki egyetértő személyükkel kész felemelésre jelezze. Öt, igen, kettő tartózkodás. A két napirendi pontunk pedig, amit a csütörtökről áthoztunk, az a baptista szeretetszolgálattal történő megállapodás a házi segítség nyújtás feladat ellátására, illetve az a bizonyos három oldalú szerződés a Dunai-Tói Nemzeti Parkkal és a Pilisi Parkerdő Gazdasággal a szőkeforrásrögy kezelésének, hasznosításának és jövőbeni gondozására. Mind a kettő előterjesztés ugye a képviselőtestület előtt van. Az eltérést azt majd mondom a napi rendi pontnál. Illetve azt kérem, tekintettel az, hogy csütörtökön lesz még egy testületülésünk, most nem más napi rendet ne vegyünk fel, úgyhogy aki egyetért a napi rendel, az kész felemelésre jelezze. 2, 4, 5, 6, 7, igen. Az első napi rendi pontunk akkor a baptista szeretetszolgálattal történő megállapodás, ugye házi segítségnyújtásról van szó. Az előzetes tárgyalások alapján keret megállapodást kötnénk a baptista szeretetszolgálattal, amiben a törvényi kötelezettségünknek megfelelően átadjuk ezt a házi segítség nyújtást. Egyelőre az önkormányzat dolgozóját, Hermann Jenőt ez nem érinti, tehát az eredeti határozatból azt értelemszerűen kihúzzuk. És akkor, hogy pontos legyen, felolvasom a határozati javaslatot, hogy mindenki értse, hogy miről van szó. Itt a kapkodások közepette, Dömösközség önkormányzat képviselő testülete úgy dönt, hogy a házi segítség nyújtást a baptista szeretetszolgálat egyházi jogi személy fenntartóval és a baptista szeretetszolgálat figyelj rám szociális szolgáltatóval kötött feladat ellátási szerződés útján biztosítja. Pont. És e tekintetben felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. Ennyi a határozat, aki ezzel egyetért kész felemeléssel jelezze. 7, igen, köszönöm szépen. A szőkeforrás földdel kapcsolatos határozatunk pedig az előterjesztés mellékletét képezi, az most a tárgyalások után nem változott a csütörtökön előterjesztett vagy kiküldötthöz képest, tehát szövegszerűségében maradt. Aki ezzel egyetért, kész felemeléssel jelezze. Lehet hozzá egy mondatot. Jelentkező, légy szíves, igen. Nem most, hanem ha időben mondod, akkor észreveszem, és akkor nem adom a határozati javaslatot. Jó, tehát az együttműködési megállapodásra is teljes mértékben egyetértek. Egy mondatot, amit én kivennék belőle, hogy Dömösközség önkormányzata vállalja ezen felül a szőkeforrás völgyben egyéb kereskedelmi vendéglátóegység létesítéséhez nem járul hozzá. Ezt a vállalást én kivenném, mert én úgy gondolom, hogy ez jobban bekorlátozza a lehetőségeket, mint kellene. Úgyis, hogyha bármilyen egység jelentkezik, hogy ő szeretne építeni, azt nekünk jóvá kell hagyni. Én ezt még itt nem erősíteném meg. A második mondat. Ennyit szeretnék csak. Ezt tekintsen módosító javaslatnak? Igen. Jó, akkor aki ezt a módosító indítványt befogadja, az kész felemeléssel jelezze. 1, 2, 3, 1. Aki nem, 1. Aki 2, 3, mondjam, 5, és aki tartózkodik, 1 tartózkodás. Köszönöm szépen. Akkor ez az eredeti szöveg marad érvényben. Aki az eredeti megállapodás tervezettel egyetért, az kész felemeléssel jelezze. 1, 2, 3, 4, 5. Aki nem. Aki tartózkodik, 1 nem és 1 tartózkodás. Mindenkinek köszönöm szépen a részvételt, a mai képviselőtestület ülést berekeztem. Thank you.
a szkennelés küldés. Szkennelés küldés.